Én Szabadics Attila vagyok, enyém a malom, és a Kossuth Rádió ellopta Józsa Attila kollégámat. Józsa Attila az építész, aki a feleségem meg az én gondolatomat téglába, betonba, fába és kőbe öntötte. Hark, jazz muzsika szól. Ez az építkezés is tulajdonképpen olyan volt, mint a jazz muzsika, improvizáció. Voltak tervek, voltak elképzelések, de egy ilyen régi épület, hozzányúltunk és napról napra improvizálni kellett, de természetesen az improvizációt kemény műszaki tudományok alapján. Ahol állunk, ez Zalamerenye területe, ott Zalakaros, ott Garabonc, tehát úgy mondjam, a faluk találkozásának, vagy a települések találkozásának is lehetne nevezni ezt a kis összefolyást, ahol a két patak összefolyik. A malom az Pálos Malom néven ismert, az első említése az 1400-as évek összeírásában szerepel, amikor a pálos kolostoroknak a vagyonát egyébként összeírták, és ott szerepel, hogy az Örményes, az Kehida mellett van, az örményesi pálos kolostornak van egy malma a Gátvízen, amely Gátvíz népi elnevezése ennek a pataknak. A Gátvíz amúgy oroszlonyi vízfolyás, de mindenki Gátvízként ismeri. Ezen a Gátvízen négy malom volt található, kettő följebb, egy arra lejjebb is, tulajdonképpen ez, amelyik valamilyen szinten fent maradt. Ebben a felújításban, hogy miért történt az majd bent arról egy-két szót, a felújítás során törekedtünk arra, hogy ugyanúgy állítsuk helyre, mint az 1903-as változat. 1903-ban történt egy olyan átépítése ennek a malomnak, ami után az végleges állapot, vagy véglegesnek tekinthető állapot kialakult. Megőriztük az épület tömegét, magasságát, a nyílászárók helyét. Egyetlen egy nyílászáró változott egy építész elgondolás alapján, de jó is lett. Az összes többi nyílászáró ugyanott van, ahol volt a bejárati ajtó. A nyílászárók osztása is ugyanaz, de azt a fajta vas, biztos ismerik, hogy kis négyzetek gittel, oda gittelve és egy ablak nyílik, azokat már nem tudtuk visszaépíteni, de a mostani osztás az ugyanennek felel meg. A zsidik rendszert azt majd megnézzük, hogyha a középső szinten vagyunk és onnan kimegyünk. Az előter szintén működött, vagy szintén volt előter a malomnak, az évszázadok során változóan, de a tömege szintén így nézett ki. Itt az 1950-es években már dízelmotor üzemelt és biztosította a malom működését, hogyha esetleg nem volt úgy víz. A túloldalon pedig fűrészmalom, aztán volt ott fa, gőz, meghajtás, tehát többféle, de az előtér ez így működött. Már nem létezik a malomház, itt a szekér vonalában húzódott egész hátul, ahol a Molnár és családja lakott. Ez még a 70-es években is állt, az a Molnár ház. Itt lakott a Molnár, innen járt iskolába Zalamerenyére a Molnár lányka, és itt hozták be a lovat, illetve zömébe ökrös szekerek a gabonát őrlésre, és itt történt az őrlés. Én azt javasolnám, hogy menjünk be, én szintenként megállok, egy-két mondatot mondok, és természetesen a végén bárkinek bármilyen kérdése van, nagyon szívesen válaszolok.